És nagyon jó volt, és én oroszul beszéltem, meg énekeltem, és barátaim voltak. Szóval jó hangosan lehet meg, van oroszul? Hogyne. Ljotsza, ljotsza, et a piesznya ljotsza. Szóval repüljön ez a dal? Igen, igen. De és angolul? Ez a let's go everybody singing. Let's, a prozódia. Let's go everybody. Csak a szám. Németül ismer? Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a világ találkozó. Ma itt lesz velem Soltész Rezső, énekes, dalszerző, dalszövegíró. Játszott a Corvina, a Rangers és az Oxygen együttesben, aztán 1981-ben a Táncdalfesztiválon elénekelte a Szóljon hangosan az ének című dalt, amely hatalmas országos siker lett. Ez a dal egyébként azóta is az egyik legnépszerűbb magyar sláger. 1966-ban nősült meg, feleségét 3 évvel ezelőtt veszítette el. Házasságukból 2 lányuk született. Párosunk másik tagja Kulcsár Szabolcs Attila, vagy ahogy mindenki ismeri őt, hiszen ez az írói álneve, Winkler Robert, újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető. 7 évig dolgozott a Magyar Narancsnál, majd alapító főszerkesztője volt a Total Kárnak. Ez, vagyis a Total Kár televíziós műsorként is igen népszerű volt. Bazsó Gáborral ikonikus párost alkottak a televízióban. Később a 444.hu-nál folytatta újságírói pályafutását. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Robi, te valaha hallgattál tánczenét, táncdalokat? Hát figyelj, muszáj volt, hát nem lehetett megúszni. tehát az van, hogy nyilván te összeszeded a vendégeket, és akkor nyilván, aki Soltész Rezsővel kerül párba, annak a büntetés az 3 napos Szóljon hangosan az ének dallamtapadás. Nekem az megy a fejembe. Ez rosszul kezdődik egyébként, mert... Hát azért nem egy öröm, ha egy ilyen klasszik sláger megy a fejedben folyamatosan. De folyamatosan megy? Tehát nem tudsz tőle szabadulni? Nem, hát a dallamtapadásnak ez a lényege. És még gondolkoztam is, hogy ó, bárcsak legalább jó minőségben szólna a fejemben, hogy tudnék figyelni így a hangszerekre, hogy ennyi, de jó a bőgő. Azért a dobos oda tette magát, de gyönyörűen, hogy azért ez igényesen meg van csinálva, mert most nem tudom, még mindig el... Meg kell, bocsáss, mert félbe kell szakítsanak. Máté Péter hangszerelt ezt a nótát, aki egyébként arról volt híres, és ami barátunk abban az időben, hogy mi megcsináltuk a zenekari alapot, tehát a dal meg volt szerkesztve, hogy az hogy nézzen ki, hogy épüljön föl. És akkor a Petyát felhívtuk telefonon, hogy akkor most építs fel egy arrangement. És ezért ő hangszerelési díjat kapott, mert tele volt ilyen van meg kajos hegedűs figurákkal, amitől mindenki elájult, mert abban az időben ez a fajta hegedű megszólalás, ez nagyon-nagyon modern volt. Úgyhogy ez, amit most elmondtál, ez most nekem igazából kicsit fájt. Fájt? De, melyik nem, része? Mert hát az a része, hogy nem is tudtam, mi van benne, meg hogy egy büntetésnek... A büntetés alatt szerintem... Nem, csak hogy mindig FM, tudod, rádióban hallotta ezt az ember, és nem egy normális hangrendszeren, ahol ja, hogy ez egy ilyen mér, így tudsz figyelni, ja, mint, hogy hú, azért, hú, jó. Valami nagyon high-end, de hogy... És akkor tudod, rájössz, hogy egy Michael Jackson szám is, hogy hát... Hátad közepére nem kívánod már mondjuk a Beat It-et, vagy a Bon Jovitól a Born to be my baby-t, de ha egy nagyon jó cuccon hallod, és odafigyelsz rá, és hogy úristen, micsoda zenészek, miket csinálnak ott közben, és mennyire fantasztikusan össze van ez rakva, de hát így, hogy csak egy dallamtapadásod van, és csak egy hallod nagyjából. Hát az de egy... dúdolgatod azóta? Nem dúdolom, megy magától a nejembe, tehát masszívan. Megutálta a életre a dolgon, de hát egyébként ez egy ikonikus dolog volt, és teljesen véletlenül született úgy, ahogy született. A Szóljon hangosan éneket ma is tiszta torokkal énekli mindenki az előadásokon, és ez már azért most már több mint 40 év, 81-től számítva. Az igaz, hogy te akkor majdnem abba hagytad az éneklés? Igen. Előtte? Igen, igazán az volt a helyzet, hogy nagyon, először is volt egy nagyon kellemetlen történetem, hanem ez gyár visszautasított egy koncertfelvételt, és akkor bevittem nekik. És a Wilpert Imre volt a főszerkesztő akkor, és azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy nekik ez nem kell. Most ez eladott kb. 2 millió lemez után ezt az üzenetet megkapni, az olyan, mint hogyha valakit szíven szúrnak. Mire hivatkozott? Semmire. Üzente az Ildikóval, hogy az akkor most nem fog megjelenni. Akkor neked mi volt az első gondolatod? És akkor abba akartam hagyni. Egészen addig ment ez az abbahagyási szándék, amíg
egy szervező föl nem hívott, hogy a szigetre kéne elmenni nekem énekelni, mondom, hogy ne ezt felejts el. Már melyik szigetre? A sziget, bocsánat, ez egy fogalom volt, az a Pepsi szigetnek hívták, de hát a Sziget Fesztiválnak az elődje, közön elődje volt ez, és kim volt hajógyári szigeten, és ott az egy hatalmas nagy esemény volt, világesemény volt zene értelemben is, mert minden zenekar idejött, és komoly élet folytott. És volt egy táncdalfesztivál sátor, és ebben a programban hívtak engem, és én azt mondtam, hogy nem megyek el, mert egyrészt nálam már sokkal fiatalabb közönség dühöng ott, és nem biztos, hogy pont rám várnak. És akkor a dolognak a lényeg az lett, hogy ahogy szokták mondani, elhíresülten, hogy valamiért korpás az embernek a haja, és akkor nekem is felajánlottak egy honoráriumot, és mondtam, hogy hátsó bejárat, nem a közönségen keresztül. Ennyire féltél? Nagyon féltem. De mitől, hogy kifújjon? Attól féltem, hogy a szótézés már senkinek nem kell. És hogy miért kell nekem ott egyáltalán föllépnem? Tehát ott is megfordult a fejedbe, hogy lehet, hogy 10 lesznek? Hát mondjuk azt nem attól féltem, érdekes, nem attól, mert mindig sokan vannak, hanem az, hogy kicikiznánk. Tehát, hogy jön ez a fütyülés, hogy nem kell a pali, meg már kimentem a divatból, meg már nem is volt göndör a hajam, szóval tehát ilyen, tehát amivel divatba jöttem, az egy pillanatokat elmúlik egyébként, tehát ezek nem kellnek, ezek külön tudományok. És, de aztán mondták, hogy a Korda Gyuri-nak is hatalmas sikere volt, meg az Araszki Laci-nak, és jöttek ezek nagy nyomás alatt voltam. És akkor végül is bementem, és hihetetlen, olyan fogadtatásban részesültem, pozitív értelemben, hogy ez elképesztő. De föl voltál mindenre készülve? Mindenre föl voltam. Mi lett volna, ha elkezdenek fütyülni? Igen, akkor vagy mit csinálsz? Hát van az a pont, amikor le kell jönni a színpadról. De hát én tudtam, hogy az emberek azért jöttek oda, mert kimentem a színpadra, tudták, hogy sótészenső következik, és ott tömeg volt, de olyan szinten levegőt nem lehetett kapni, annyira sokan voltak, és amikor az első dalt elkezdtem, üvöltötték velem, hogy valahol már találkoztunk, meg az Annabella, meg ezek igazából az én zenész fülemmel, ezek olyan megkérdőjelezhető slágerek, tehát, hogy ciki is, meg szöveg is van, tehát ez csomó olyan dolog van, amitől úgy éreztem, hogy ez a közeg, ez nem fog engem befogadni. És pont az ellenkezője történt. Ez ugye arra korszakra tehető, ugye úgy szólt a kérdés, hogy amikor azon gondolkodtad, hogy lehet, hogy abba hagyott, tehát megfordult ebben az időszakban a fejedben, ha nincs ez a szigetes új hullám, hogy igen. Azt érzed, hogy rád igenis komoly, nagyon komoly igény van, akkor lehet, hogy azt mondtad volna, hogy hát lehet, hogy ezt nekem már nem kell csinálni. Igen, konkrétan. De úgy visszasettenkedtem a színpadra, tiszta lélekkel és lelkesedéssel. De nem hiányzott volna nagyon? Na, biztos nagyon hiányzott. Tudtad volna csinálni ennél? Nekem egyszer volt, nem inném. De 2 hét volt az életemben, amikor felosztott egy zenekar, tehát úgy alakult a helyzet, hogy amatőrkorunkban, még Rangers időkben, és még a Rangers előtt volt, hogy akkor most abban hagyom, és nem volt sehol se helyem, és jártam különböző meghallgatásokra mindenféle zenekarokhoz, hogy tudok-e gitározni, meg énekelni, és a szörnyű időszak volt. Azt mondta, nagyon emlékszem, hogy figyelj, csináld ezt tovább, mert az is egy helyzet, amikor valaki egy kislánynak elkezd udvarolni, és akkor a jó együtt, és akkor mindig az a baj, hogy most bocs próbám van, most bocs hagni van. És akkor az úgy érzi, hogy az ott valahol nem biztos, hogy a másiknak annyira jól esik, de ő ezt mondta, hogy figyelj, menj, csináld, így van ez jó. És akkor csinálta. Ha ő nem mondja? Akkor ha ő nem mondja és befeszül, akkor valószínűleg nem szétment volna a kapcsolatunk. De ezt most még sosem fogalmaztam így meg, tehát most visszagondolok arra az időre, hogy tényleg ez egy nagy szerelem volt, és azért lehetett ez így, mert ő egyszer beállt mögém, és ez konzekvensen az egész életünk során ezt tapasztaltam, hogy ott volt, ő volt a biztos támasz, a háttér, a hátvilág, vagy hátország, hogy szoktuk ilyen hadi kifejezéssel jellemezni egy ilyen kapcsolatnak a lényegét, igen. Na, beszélünk még majd erről. Robi, neked volt olyan bármilyen területen meglévő bizonytalanságot, hogy azt gondoltad, hogy azt te most abba hagyod? Akár a pályát, akár egy nagyon komoly projektet,
akár egy magánéleti történetet, amikor azt gondoltad, hogy én itt most megrekedtem. Nem vagy az a kétségbeesős típus, ezért is kérdezem. Nem vagyok kétségbeesős típus, de hagytam abba a projekteket. Minek kell történnie, hogy feladd? Hát annak idején én is ugye muzsikusként indultam, és olvasom a Wikipédián. Szintén a 90-es évek eleje volt, és volt egy zenekarunk, és hát odáig jutottunk, hogy egy lemezt fölvett, tehát volt lemezszerződésünk, az egyik akkor indult. Igen. Voltunk egy istálóban olyan művészekkel, mint az Edda, a Vince, Lilla Cigi volt. Rájöttem, hogy én nagyon szeretek muzsikálni, de hogy igazából az ördög tudja, hogy ezt főállásban csinálnám-e, hogy ez így nem evidens annak, aki csak nézi, de hogy ez az életforma, hogy akkor minden nap már, én egy szeretek otthon ülni, szeretek elmenni ilyen többnapos motoros túrákra például, de ez a, hogy akkor Tatabánya, akkor délelőtt beállás, ott körülnézés, nem tudsz mit csinálni, de akkor egy sör, még egy sör, cigi, mit tudom én, és este föllépés, tök jó, és akkor utána valahol alszol, majd Győr, ugye, és a többi. A tévés karriered az nem ment pocsékba, szerinted? Pocsékba? Hát olyan értelem, hogy az lehetett volna folytatni. Az egy felívelőnek tűnő karriernek tetszett, aztán megszakadt. Melyik része? Volt egy autós műsorom. Aztán úgy szórakoztató műsorokba jártál, és hirtelennyiben nekem legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy úgy azt lehetett volna még építeni. Időként hívnak szórakoztató műsorokba, de hát azért a Dancing with the Stars ajánlaton azért azóta is nevetek, tudod meg. A múltkor is valami ilyesmivel felhívtak. De hát igen, kikoptam a mainstream tévéből, az biztos. Ez kimúlott? Hát az ördög tudja. Neked igényed lett volna rá? Nem. Egyetlen nem. Mi volt vele a bajod? Hát... De nem volt vele bajom, tehát szívesen csináltam, de nem csinálni is szívesen nem csinálom. Tehát nincs igényed ott lenni, hogy rólad szólnak? Dehogy van, nincs egyáltalán. De akkor, amikor benne voltál, azt élvezted? Igazából egy jó mulatság volt csinálni. Ennyi? Igen. Untatta ezt? Nekem úgy tűnik kicsit. Nem. Nem? Nem. Az túlzás? Nem, és az autókat se. Tehát ma is nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, bármeddig autókról, motorokról, ez egy tök érdekes téma, tehát egy nagyon komplex, bármilyen irányba messzire vezetni tudó téma az autó. Ha már azt említettük itt, azt mondja, hogy ő eltűnőben volt a televízióból, azt egy 80-as, 90-es években nagy sztárnak nehéz volt, nem is azt mondom, hogy feldolgozni, de szembesülni vele, hogy a rendszerváltás után egészen másfajta zenei irányzatok jöttek, átalakulóban volt az ország, és az a fajta kiemeltség, ami jellemezte őt és a korosztályát mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években, az úgy alább hagyott. Ez belül nagyon szorongató tud lenni? Azt hiszem, hogy igen. De én ezt másként éltem meg. Tehát először is volt egy olyan fajta folyamat, amiben nagyon jól éreztem magam. Azt megéreztem, hogy recsen a deszka valahol. Én ragaszkodtam a zenekaros formátumhoz addig, amíg nem ettük meg a gitáromat, szóval a család, akkor eladtunk erősítőt, meg voltak olyan dolgok, amik de szükségképpen el kellett adni? Igen. Tehát nehéz anyagi helyzetben? Igen, akkor emlékszem rá, hogy a Judit elment dolgozni, mert látta, hogy nincsenek bevételek. Tehát akkor, amikor, és persze nagyon nevetséges honoráriumok voltak, mert hogy 150 forint volt egy előadásnak a felépítéje. Most hányat írunk körülbelül? Hát 1989, igen, így, pontosan, igen. Akkor ment ez a playback, rengetegen tolták a playbacket, egyszerűen kiment a divatból a zenekar, és nagyon furcsa volt, hogy a 2000-es években, hogy ez visszajött, hogy én egyszerre csak látom Gangsta Döglét Zolit, az esztergomi sportalsóba zenekarral, és ismerem még utána kérdeztem, hogy miért van zenekarod ehhez, amit ő csinál, igen. És hogy mert muszáj ígérni a közönség, látszik, tök jó, igen. Igazi dobos, igazi gitáros, igazi basszusgitáros, talán még billentyűs is, hogy már kiröhögnek, ha oda viszel egy fél playbacket, igen. De most abban az időszakban, ahogy mondtad, valójában tényleg ez volt a helyzet, hogy elkezdődtek ezek a playback előadások, de én még a
a fesztivál után, tehát amikor a szólyhangos az ének megszólalt, akkor éveken keresztül zenekarral hakniztam. És akkor jött egy olyan változat, hogy akkor lementünk a zenekarból zongoradóbb változatban, amit már utáltam. Tehát az, az egy nagyon, nagyon alja volt a történetnek, és elkezdtem menekülni kifele. Tehát többet dolgoztam külföldön zenekarral, Németországban, a Szovjetunióban, akkor ott olyan élményeim voltak, amiket szerintem az angol zenészek is csak úgy elképzelni tudták, hogy... Olyan őrjöngés és üdvivalgás. Az irkutszki sportcsarnokban. Nem pont Irkutszban, de mondom Leningrádban például, amit persze most már Szentpétervárnak hívnak. Egyszer valakinek azt mondtam, ott jártam, hogy oroszul beszélgettünk, hogy itt voltam Leningrádban, a Pali majdnem bekapott, hogy ez nem Leningrád, ez Szentpétervár. És akkor tudtam, hogy soha többet nem szabad Leningrádnak hívnom a Szentpétervár. De ugyanígy Moszkvában, vagy Kijevben is például. Tehát ott több napig voltunk, és ott nagyjából ilyen 4-6 előadás zajlott sportcsarnok szinten. Ilyenre sokszor gondol vissza az ember nosztalgiaként? Igen. Tehát ugye az a jó leső érzés, hogy az el van rakva a szívébe. De ugye nagyon el van rakva, sőt, volt most nem akarok butaságot mondani, valakivel összekerültem az interneten, aki emlékezett arra, hogy én Almatában, vagy hol a csodában felléptem, és ott volt az előadáson, a kongresszusi zsarnokban volt ez a művelet, tehát akkor gyakran álltam, a 4-5 előadásunk volt egy ilyen helyen, de hát most azért őszintén szólva, az ott lévők számára nem volt más. Kiírták, hogy Rezső Zsolt és Vengérszky Esztrád, és ott volt a képem, és a... Emberek megnézték, mert hát biztos jó, és hát biztos nem is néztek volna meg. Jó, és nagyon jó volt, és én oroszul beszéltem, meg énekeltem, és barátaim voltak a... Szóval jó hangosan lehetnek meg, van oroszul? Hogyne, Ljotsza, et a piesznya Ljotsza. Szóval repüljön ez a dal? Igen. És angolul? Ez a Let's Go Everybody Singing. Let's, a prozódia. Let's go, everybody. Csak azt számít. Németül ismer? Igen. De várj, most egy kicsit most beszorítottatok a sarokba, de az, hogy mi van, hogy van németül? Nem tudom, majd ezt, amit nem fogom mondani, most vagy kiesett, de megvan Singen németül. Singen is so wunderbar. Nem. Megvan, bocsánat, megvan. Érdemes ott kívánni. Dieses Lied soll laut erklingen. Szóljon hangosan az én, most elénekelni, ez már akkor is egy kunst volt, nem van meg most itt, nagyon kivágtam magam ebből, de szóval igen, ez nagyon, nagyon fontos volt. Egyébként. Ezeket neked meg kellett tanulni ennyi nyelve, mindig adott esetben? Figyelj, semmi sem kellett. Hát én akartam. Ezt mind, ami történt, azt mind én akartam. Én választottam, úgy gondoltam, hogy nekem hogy mondjam, csak szóval közlendőm van a néppel, és hogyha leszámítva azt, hogy az embernek nyilván anyagilag is egyfajta egzisztenciát jelentett egész sokáig ez a dolog, hogy átadok valamit, és megtanultam minden ország, minden nyelvén megtanultam úgy beszélni, hogy a színpadon tudjak velük kommunikálni. No, de ha ilyen nagy sikere volt az embernek külföldön, tömegek imádták Magyarországon és külföldön pontosan, ezért is kérdeztem, hogy nehéz lehetett az az ellentétpár, amivel szembesülnie kellett a 90-es évek közepén, amit már említettünk. Igen. Azon hogy lendült túl az ember? Pláne úgy, hogy a feleségének például el kell menni dolgozni. Tulajdonképpen ezzel úgy lendültem én át, hogy egy teljesen véletlen kapcsán rám szakadt a Zenész Magazin projekt, mint ötlet, megszületett a Zenész Magazin, és már teljesen saját szerkesztésben és kiadásban. És ez volt az én váltásom az egzisztenciális értelemben is, mert akkor segített abban, hogy, és nagyon sikeres is volt anyagilag is, hogy ez az út az, ami mellett én nyugodtan énekeltem, amikor akartam kedvemre, és nem fügtem senkitől sem. Robi, a te motorőrületed, az erős kifejezés, a motorőrület? Nem mondanám, mert egy kicsit olyan pejoratív. Pejoratív? Nem? nyugodtan, miért lenne az? Igen. Motor szereteted. Mi van vele? Az abban is ternyeret, ne nevesítsük, beszéltünk valakiről, egy tizedik emberről telefonon, igen. És te mondtál róla egy jellemrajzot a motor alapján. Ja, igen. Te emlékszel? Emlékszem, és igen. Azon gondolkodtam, hogy te meg tudod mondani valakiről, hogy milyen ember annak tükrében, hogy milyen motorja van? Hát figyelj, ez bármivel működik. Adott esetben, ha valamit mit tudsz róla, és
akkor hogy a kedvenc étele, az autója, a napszemüvege, a... Hát ott ennél az illetőnél ott nálam ott nagyon összeállt a kép. Igen. Értem. De ha mondjuk most megkérdezzük Rezsőt, hogy milyen autója van, te tudsz mondani róla egy jellemrajzot? Tehát autóra is érvényes? Kíváncsi lennék egyébként, milyen autója van. Mondhatom? Mondhatod, persze. Egy Volvo van. Egy S80-as Volvo. De el tudom képzelni, hogyha nem szűnt volna meg a Saab, akkor Saabot lenne. Volvo-ban az a jó, ugye, hogy az egy image-re az... Tehát, hogy egy jó módú illető vagyok, de van stílusom, tehát nem egy fennhéjázó. Tehát nem kell, az nem akarok villantani német luxusautókkal. Hányszor találod el? Tehát, hogy általában ezek a jellemrajzok adekvátak szoktak lenni? Na, fogalmam sincs, nem tudom, hát ez most csak ilyen. Nézd rá, hát az komolyan lesz, hogy ilyen. Neked valaha számított az, hogy rólad mit gondolnak? Vagy milyen fajta következtetés vannak le egy-egy szokásodról, tárgyadról, mondatodról? Biztos, hogy számít, persze, hiszen különben egy ilyen soha meg nem szólaló buddhista szent lennék. Tehát egy elvonatkoztatni a külvilágtól szerintem ember nem tud, de az ellenkezőjére törekszem természetesen. Miért kell erre törekedni? Hát mert ez micsoda, egy gáz már így, ezek a világi hívságok, tudod. Gáz? Hát nem. Tehát úgy értem, hogy ez jellemez engem, de azért tudom, hogy az ellenkezőjére kell törekedni. Hogy ne az irányítson, hogy mit gondolnak rólam, mint amikor ugye, hogy meghalt az utcában egy néni, aki mindig attól tartott, hogy mit gondolnak róla az utcában, és a végén annyira megkérdeztem volna tőle, hogy na végül mit gondoltak. Neked kinek a véleménye számít ilyen értelemben, hogy mit gondol? Hát attól függ, miről. Rólad, mint emberről. Ja, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván mindenkié, tehát nyilván az utolsó kommentelőnek is szeretnék megfelelni, de azért nagyon komoly lépéseket ennek érdekében remélem nem teszek. Olvasod is a kommenteket? Persze. És föl is csesz, hogyha valaki azt írja, hogy... Abszolút, igen, tehát a hülyeségek, igen. Óriási szerencse, hogy közösségi média és közösségi média között nagy különbségek vannak, tehát én ezért szeretem a YouTube-ot, mert ott nem kell vitatkoznom senkivel, ott csak megnyomok egy gombot, és örökre eltűnik. De le is tiltod az illetőt, hogyha olyan. Persze. Tél. Hát aki egyszer hülye, az mindig hülye, tehát a rohatalmából már nem lesz egészséges, szép piros. És egy szép mondat. Ez, hát, igen. Tehát... De minek kell történni, hogy valakit így minősíts? Tehát akire azt mondod, hogy hello, elköszönök tőle. Gyalázkodjon! Hát, valami... Mit tudom én? Mondjuk csinálok egy videót, egy motorról, és menet közben 80-90-es tempónál magyarázok. Ami jelent egy 80-90-es tempójú menetszelet, nem tökéletes a hang. Nyilván az egy attrakció, hogy persze. Van, és beírja, hogy szar a hang. Jó, hát... Haver, azt hiszem, ezt úgy mondják egy foci csapatban, hogy nettó ember hátrány a csávó. Ő többet ne szóljon hozzá. De hát a kérdezőt minősíti a kérdést. És az a jó, hogy Facebookon ezerféle kommunikkel visszajöhet, Google alapú dolgoknál nagyon nehéz ez. Apukádnak meg akartál fejlelni? Hát 15 éves koromban halt meg, tehát különösebb nem lehet erről beszélni, azt hiszem ebben az esetben. Hát olyan értelemben talán... Úgy posztumusz? Igen, adott esetben. Már azért az egy jelzésértékű dolog, el nem esélt, hogy neked nem ez az eredeti neved. Igen. Megváltoztattad a szerkesztőségbe, igen. Pont azért, hogy apukádra való tekintettel kicsit, mondjuk, hogy kegyesebben bánjanak. A kriplibátorítást megúsztam, igen. Igen. Tehát ilyen értelemben a fejedben lehet valami fajta viszonyítási pontként felmerülő ember. Bocs, mi a kérdés? Hát ami az eredeti is volt, hogy hozzá képest, igen, mit gondolhatott, mit gondol rólad? Nem szoktam ezen azt hiszem gondolkodni, vagy hát nem tudom. Értelmetlen az összehasonlítás, mert más, nagyon más kor volt, ugye újságíró volt. Apám, igen, tudom. Vidéken, szombat, de egy jó nevű, tehát egy jókat írt, tudott jó verseket is írni, amit én soha nem ír, novellákat, tehát nekem a fiction egyáltalán nem megy. Meg is mutatta őket neked? Hát az újságban megjelent. Jó, hogy ezeket ő publikálta is? Persze. Nem az asztalfióknak? Nem. Szolgálatból csináltam. Igen. Tehát, hogy akkor... más lehet, tehát, hogy...
sokkal szarabb lehetőségei voltak neki, na ezt akarom mondani, csak mind nem neked? Tudom, hogyan fogalmazom, igen. Hát hogy ne, igen. Tehát hogy a 80-as években vidéken, tehát ő azért kevés nap volt józan mondjuk az utolsó, nem tudom én, 5-10 évében, és anyám mindig hideglelést kapott, ha meglátott nálam egy sört, vagy valami, és mondtam neki, hogy ez nem egy örökletes alkoholizmus, az egy szituációs alkoholizmus volt. Ha olyan körülmények közé raknának engem a 80, nem tudtál mit csinálni, tehát az emberek pusztították magukat, amivel csak tudták, ez praktikusan az alkohol és a cigaretta. Ő egy ilyen meghasonlott ember volt? Nem hiszem. Nem hiszem, csak tudod, hát annyira, most ha akkor újságíró voltál, volt egy megyei lap, és ott voltál, és csá. És kész. És más nem volt, igen. És ha volt egy idióta főnököd, aki egyébként a Posgai Imrének volt a bátyja, és már nem emlékszem, mi volt közöttük a szimbiózis, de hát egy alkalmatlan illető volt, tehát nyilván az újságcsináláshoz nem értett. Viszont és ott dolgoztál, hát basszus, azt józanul bírni, azt mondom, hogy az egy... De és nem is bírta szerintem senki. Ez is vitte őt el? Hát egy infarktusban igen, szerintem azért a napi két doboz cigarettának és az alkoholnak azért van szerepe, meg hát a magyar egészségügynek, ami akkor sem volt jobb. Tehát a kórházi fertőzések, meg mit tudom én, igen. És te akkor voltál 15 éves? Igen. Hát azért az elég nagy. Ez a két doboz cigaretta, ez nekem is megvan. Az apukám, aki filmes szakmából származott, illetve filmes voltam, mozgókép forgalmazási vállalatnak a filmbeszerzési osztályvezetője. És csak arra emlékszem, hogy két doboz Kossuth fogyott el naponta. Várj, a Kossuth az filteres Kossuth volt, az, vagy tanás? Ne, az filteres, a tanás volt, ugye? De nem volt, igen, abban nem volt még filter, a Fecske volt az első filteres cigaretta, vagy a Sofiane. Ezek már, és akkor egészen nagyon sokáig ment ez a láncdohányozás, és persze nem tudom megmagyarázni magamnak sem, hogy igazán miért, nem tudtam, nyilván a filmforgalmazásban is egy csomó politikai aspektus volt, aminek meg kellett felelni, hogy hány szovjet film, hány amerikai film, hány kelet-német, hány koreai, teljesen mindegy, és ezzel meg a gyártással és hát a szinkronizálással is kapcsolatban volt ez a folyamat, amit neki kellett nyilván rendeznie, és csak ezt láttam, hogy ez a bizonyos láncdohányozás működik. És egyszer csak rátölt egy komoly érszűkület, ami megkeserítette az életünket. Hárma voltunk fiúk, és ott azért volt zaj, el tudod képzelni, egy házban hiába laktunk a Szabadsághegyen, ahol szabad volt minden, és kert volt, és de az apunak ez a fajta emléke, ez itt van bennem. Egészen addig tartott mindez, amíg egyszer csak egy autóbalesetben olyan helyzetbe került, amitől kórház, és Tamé egyébként kim volt, ez egyébként Erdélyben történt az autóbaleset, és onnantól kezdve azt mondta az orvos neki, hogy le kell tenni a cigarettát, és letette. Már a holnapra. Akkor persze kezd kicsit magára szedni, de ez akkor megszűnt ez a fajta nyomás, ami mert ugye aztán persze már nem is volt már főosztályvezető a Mokkében, hanem aztán a Duna TV-ben dolgozott, és ott volt mind nyugdíjas az élet utolsó részében. Ő annyira nem örült annak, hogy te ezt a pályát választottad. Anyukád inkább támogató volt. Ugyanakkor elcsíptelen egy mondatot valamelyik interjútban, hogy tulajdonképpen te csak a búcsúztatásakor jöttél rá arra, hogy ő voltaképpen mennyire sokra tartott téged. Az apukám? Igen. Igen. És ez érdekes, hogy innen kezdjük el a dolgot visszafele pörgetni, hogy odajött hozzám a lelkész, aki a búcsúztatót, hát az utána lévő, van egy halotti mise, hogy így fejezem ki magam, tehát a templommal, akkor mondta, hogy az édesapja nagyon nagyra tartotta magát, mondta nekem, és azt én, ez annyira érdekes volt, mert ez soha nem éreztette velem, hogy én jó úton haladok. Ő mindig azt szeretem, hogy belőle egy jó kis hangmérnök lenne, az egy biztos állás, és akkor az ember megy a stábbal, viszi a kis kofferét, a mikrofonokat, és akkor veszi a hangot. Talogatja a banán, vagy dugogatja a banándugókat, talogatja a potikat. Amikor megjelent, nem az első bedarolt fizurával a Pesti műsor címlapján, az egyébként a Pop Fórum,
a 80-as években akkor totálisan kész volt. A haj miatt? A haj miatt. Azt mondta, hogy nézel ki, fiam? De nem, ez el sem hangzott, mert egy hónapig nem beszéltünk egymáshoz. Került a kapcsolatot velem, hogy ez valami szörnyű. És akkor ebből persze nyilván aztán jöttek a sikerek, és nem hát, voltam annyira hülye, mint amennyire gondolta esetleg. Pont ezért megütött téged, amit a lelkész mondott? Az eltalált, igen, mert ezt nekem soha nem mondta, hogy figyelj, ez nagyon jó, amit csinálsz, vagy ezt komolyan úgy érzem, hogy mindenütt óriási sikerem volt, tehát sosem éltem vissza helyzetekkel, de az ember annyira érzi azt, amikor beletalál azzal, amit csinál, és mindenki mosolyogva jön veled szembe az utcán. Az egy milyen érzés? Hát szerintem, ha valaki színpadra lép, és egyáltalán valamiféle előadói pályát választ, hogy ezt megkapni az élettől, hogy azt érzed, hogy rohadtul szeret mindenki, és ez olyan, annyira pozitívan tölti az embert, és ezt én soha nem kaptam meg tőle. Ez üzenet, amit a Pali elmondott nekem, hogy nagyon eltartotta magát az édesapja, és akkor azt mondtam, hogy na, ez egy szép mondat volt, és hálás voltam a sorsnak, hogy ez elhangzott, még akkor is, hogyha ilyen közvetett módon, mert ők rendszeres kapcsolatban álltak egymással. Azért te nem lehetsz könnyű kollega. Amikor egyszer egy interjúban megkínáltak egy kvázi állás lehetőséggel, ez Szombathelyen volt, viccesen, tréfásan az újságíró, te végigvetted, hogy hát innen is kirúgnálnak, én itt összeférhetetlen lennék, itt biztos összeballéznék, tehát nekem szűk lenne a terep, mondtad. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy te tulajdonképpen egy összeférhetetlen kollega vagy? Nem miattam lett volna. Nem miattad? Nem. Tehát ez az volt, amikor a Nyugatnak volt 2 éve, vagy 3. Igen, így van. Hát mert tudom, tehát ugyanaz van majdnem, tehát bár igazából youtuber lehetnék Szombathelyen is gyakorlatilag, de ez a hagyományos 20. századi média, hát azt tartom, amit akkor is ott mondtam, hogy ott nem tudsz átmenni máshova. Tehát most már Budapesten se volt nekem könnyű eljönni az Indextől, tehát mondjuk mehettem 3 helyre, most már azért itt beszűkültek a lehetőségek erősen, és ezért is naponta fejben tartok egy háladó Isten tiszteletet, hogy ez egyáltalán van, tehát hogy tudok lenni főállásban újságíró, hogy ez egy nagyon nagy dolog 2022-ben, de Szombathelyen nagyon nehéz lenne, hát nyilván a Vasnépénél, hát az kesmalap, tehát az, figyelj, az kizárt, nem miattam jelentkeznék ott, hát... Ja, a média viszonyokra gondoltál, hogy nem lennél képes betagozódni. Hát nem az, hogy nem lennék képes, nem vennének föl. Nem vennének föl. Vagy páros lábbal rúgnának ki, hogy jaj, bocs, elban bújtam egy pillanatra, hát húz a francba, szevasz. Én tévedtünk, igen. De neked amúgy is, most innentől függetlenül, és nem is ebbe akartam belemenni, amúgy is neked nagy a szád, és nagy az igazságérzeted, ugye? Hát nagy a szám, ez tény, de hát kinek nem. Nem mindenkinek, vannak megalkuvóbbak. Ja. De hát ez nem egy összeférhetetlenség. Hát nem szívom emberek vérét. Nem szólogatok be. Na, hát azért... Érdekes, bocsáss meg csak, mert egyrészt tulajdonképpen emlékszem, hogy ráragadtam a Total Car folyamatra, és hogy nagyon, nagyon érdekes volt, és szórakoztató, és imádtam az egész dolgot. De hogy nekem az volt az érzésem, hogy te ott vagy önálló. Tehát, hogy ez egy olyan önálló produkció, mint ami az én saját működésem, hogy itt a kutya nem engedik. Tehát nem engedik beleszólni. Elvállalok valamit, megcsinálok valamit, kiadok valamit, átnézem. Tehát, hogy eldöntöm azt, hogy mi legyen az életem. És aztán, hogy te abszolút a saját magad ura vagy, és neked megvan a magad virága, ami igazából a legideálisabb lenne, mert ott te döntenéd el, hogy mikor, kivel, hol és miért. Rosszul gondolom. Mert ez most az újság, vagy a tévéműsor? Ez a tévéműsor szerintem. A tévéműsor kapcsán jutottam ez, de hogy önmagában... Az ott szabadon ment, igen. Igen, de hogy neked meg kellene találnod, most lehet, hogy nem fog bekerülni az adásba. Tehát, hogy mi a véleményed arra, hogy neked önállóan kellene saját magad életét irányítani, mint egy ilyen szoktam mondani, az a fajta zenebúgóc, akinek minden a kezében van valami, és a lábával is még a cintányért nyomja, vagy a nagydobot, hogy nehogy már belepofázzanak abba, hogy te mit csinálsz. Nincs az a bajom, ha belepofáznak, csak egy kompetens illető pofázzon bele. Könyörgök embereknek, hogy pofázzon bele, és nagyon sokszor idióták pofáznak bele, de a zenebúgóc stimmel, mert ugye a YouTube-on
ott ugye én egy ilyen sörtesztelő, autóteszteket is csinálok, de ott a teljes zenebohóc vagyok, tehát írom, főszereplem, a kamerát én kezelem, és a végén én vágom. Tehát ez abszolút stimmel. De igen. És szeretném, ha időnként beleszólna valaki, a vágáshoz kéne nekem nagyon, tehát azt így magattól megtanulni, az nagyon nehéz. És nagyon nehéz is olyat találni, aki értelmesen abból bele tud szólni. Meg időigényes dolog is persze, az ember mással tudná tölteni igen. idejét, amíg el foglalkozni. Viszont ugye ti nagy párost alkottatok Bazsó Gáborral, és egy közös interjúban, csak erre reflektálva, amit mondtál, hogy azért nem vagy összeférhetetlen, igen. ő azt mondta, hogy te egy házsártos feleség vagy. Ha munkáról van szó. Ez erős túlzás? Házsártos feleség vagyok. Ezt mondta? Mert és hogy lehet. Tudsz nagyon tirpák lenni? Direkten fogalmazok valóban. Az mit jelent? Hát lehet, hogy néha jobban be kéne csomagolni kritikai jellegű észrevételeket. Ezt aláírom. Ezt kéretlenül teszed, vagy szólnak, hogy mondd el a véleményed, és de akkor... De hát ez abszolút kéretlenül nyilván, hiszen ha szólnak... De azt szólnak, akkor is jobban becsomagolhatnám, de én magammal kapcsolatban is szeretem, ha direktebbül mondják meg, hogyha valami szar. Miért jó az? Mert akkor tudom, miről van szó. Hát a smúzolás részét, vagy ezt a diplomáciai hangütést, ezt nem csipázod? Ó, engem nagyon fáraszt, igen. Tehát nagyon jó volt, hogy volt egy stand-up műsorom, és azt egy... Hát a szerkesztőm, a Balázs, akivel dolgoztunk, tök jó volt, hogy az elején úgy, hogy mindig mondta egy a véleményét, és akkor egy idő után rájött, hogy én azt várom, hogy direkt bemondja meg, ha valami szar, és akkor tök jó volt, hogy tudtunk így dolgozni, hogy mondtam is neki, hogy nem mondta, hogy... Meg szoktam is mondani, nem kell a légy szíves, mondd nyugodtan, hogy menj oda, mert különben estig itt vagyunk, tehát... De ez nem mindenkinél működik, csak nyilván én nem kalkulálok mindig azzal, hogy másnál be ma kell. Sem? Ennyi idősen sem? Nem? Ezt talán kívülről jobban meg lehet ítélni. Tehát ezt te valószínű jobban lehet. Szerintem sokat szeridültél. Akkor igen. Korral jár. Régen arrogáns voltál? Hát mi az arrogáns? Hát a kicsit ilyen pökhendi, agresszívabban fogalmazó, nyersebben, kivagyi módon. Hát sokak szerint most is a légnyersen fogalmazok. Meg tudod, van ez a Manchester United szurkolóknak van ez a mondása, hogy not arrogant, just better, tehát, hogy nem arrogáns, csak jobb. Tehát, hogy mi az az arrogáns, ezzel kapcsolatban ez egy... És megfejtetted, hogy ez honnan van? És nagyon sokan elvárják az emberektől, meg főleg az ilyen média szereplőktől az álszerénységet és az önsajnáltatást. És ha ezt nem kapják meg, akkor gyűlölnek. Tehát van sok ember, akit azért szeretnek, mert azt hiszik, hogy szerény. Miközben valójában az csak egy ilyen vásári álszerénység. Igen, van ilyen valóban. És én erre nem vagyok hajlandó, és nagyon nagyra becsülöm azokat, akik erre szintén nem hajlandók. Lehet, hogy kéne több álszerénység, hiszen... Kéne? Lehet, hogy kéne. De egyelőre örülök, hogy nem szorultam rá. És miért nem szorulsz rá? Tehát miért, mire nem vagy szerény? Mi az a te képességed, mi az a te teljesítményed, mi az a te skilled, amire azt mondod, hogy mit kell itt álszerénykedni? Ezt én tudom. Hát vannak ilyenek, vannak tagadhatatlan. Fel tudok dolgozni dolgokat úgy, hogy azt emberek érdeklődve már úgy érdeklőd, vagy érdekli őket, megnézzék. Tehát bármit most leraksz nekem, hogy mondjuk értékeljem Soltész Rezső, akit szeretnek című CD-jét, és helyezzem ezt az egészet kontextusba, és csináljak erről egy 10 perces videót, akkor ez ha holnapra nem ismerem, terjedelemben nem lenne sok, tehát az lenne a lényeg, hogy 10 perc legyen, vagy karakterszámban mondjuk 10 000 karakter, hogy azt holnap estig meg tudnám csinálni, úgyhogy jó. Szórakoztatóan? Úgyhogy szórakoz, igen, az nagyon fontos, igen. Az nagyon fontos? Igen. Neked vagy a közönségnek? Mind a kettőnek. Mind a kettőnek, bár ugye Charles Bukowski írta, hogy ő az a legendes alkoholista szerző, ugye, aki állandóan arról írt, hogy iszza le magát,
és hogy hát, hogy az ő művészetét is úgy lenézik, hogy hát ezek az ilyen könnyen olvasható dolgok, de hát a könnyen olvasható dolgokat a legnehezebb megírni, és hogy ez tényleg így van, hogy nagyon hosszasan sakkozolott a névelőkkel. Hogy ez nem egyszerű, hogy neked is fontos, nekem is fontos. Tehát ezt én tudom csinálni, tehát ez a nagyképű 10 évvel ezelőtt volt divat, azt hiszem a kifejezés az infotainment, hogy az entertainment, szórakoztatás és az info, hogy szórakoztatás, népszerű ismeretterjesztés, azt hiszem, így hívták az antivilágban. Én egy népszerű ismeretterjesztő vagyok. Az elején szóba jött a feleséged, beszéltünk róla. Ti hány évig éltetek együtt? Valami egészen példátlan, különösen a magyar szórakoztatóiparban ilyen hosszú házasság. 56 esztendő. 56 esztendő. Ő az a típus volt, aki a hátországot mindenek felett megteremtette neked. Ez szerintem igen, abszolút. Abszolút. Most, ha folytatnom kéne a mondatot, ő igazán azt mondom, a tökéletes élettárs volt, vagy édesanyja és férj, vagy feleség, bocsánat, miket mondok itt. Mert nem készültem erre a kérdéssel, hogy ezt meg fogod kérdezni, de azt hiszem, hogy egyedülállóan fontos volt az életemben. Hogy ő mindenben, ahogy ez a bizonyos, még soha el nem hangzott mondat az elején, erről a bizonyos kéthetes időszakról szólt, amikor nem volt zenekarom, és arról volt szó, hogy abba adjam az egészet, de nem, tehát akkor ő mondta azt, hogy ezt nekem tovább kell csinálnom, mert ez az életem, és ennek ő teljesen alárendelte magát. De ő magától értetődő módon? Tehát te soha nem volt köztetek beszédtéma, hogy ő ezt kvázi érted, a családért csinálja. Ez sosem volt beszédtéma. Egyetlen dolog volt, amit érzékeltem a kettőnk kapcsolatában, hogy amikor úgy érezte, hogy valami túlmegy azon a bizonyos határon, amit egy ilyen privát szférának, vagy a családnak, vagy olyasminek kitéve magam, hogy devalvál, tehát hogy ciki, akkor voltak pontok, amikor ő szólt nekem. És azt el is fogadta. Abszolút. Mondasz egy példát, hogy mikor szólt, hogy Rezső, vigyázz? Ez például nagyon jellemző volt, amikor nagyon híres lettem hirtelen, bizonyos szólj hangosan az ének kapcsán, amikor megrohantak a bulvárlapok, és akkor azt mondta, hogy na, ez az, amitől egy kicsikét, és hogy a család ne kerüljön be sehova sem. És ez így is volt. Most, hogy nincsen, tehát hogy most ő nincsen, igazából egyetlen egy alkalom volt, mert sosem beszéltem a családról. A Kunzsuzsának nyíltam meg egyszer egy interjúban, amit nem bántam meg, és ő is azt mondta, hogy ez egész úgy alakult, hogy én többször visszatértem oda, tehát ez ki kellett, hogy jöjjön belőlem egyfajta érzés, ami vele kapcsolatos volt, miután már elment. De azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó szimbiózisban éltünk mi együtt. Tökéletesen éreztem, mind a ketten éreztük, hogy mi az, ami a igen, mi az, ami a nem, és mindig őt kérdezte meg, bármi történt, hogy mondja el a véleményét. És akkor ő elmondta, és ez nagyon-nagyon fontos volt nekem. Hogy találkoztatok? Ó, hát ez nagyon érdekes történet volt. Nem volt érdekes történet. Gimnázium, Toldi gimnázium, és az első vegyes évfolyam voltunk egyébként, és jött a húsvét, és elmentünk megvacsolni a osztálytársainkat, mint fiúk, és az egyik osztálytársaimnak, az Ernst-Tündinek, másáros nem ér, volt egy húga, tehát ketten voltak, és oda a fiúk csőstől elmentünk, és egy osztályban jártak, tehát gyakorlatilag a Jutkával, a Judittal, és akkor ő ott volt. És azokon nekem, azt nem tudom elmondani, ez a villámcsapás, hát ez olyan, hogy ott valami történt, amit csak a Jóisten tudhat, hogy mi az a pillanat, és onnantól kezdve én nem engedtem el sohasem. Akkor nagyon fiatalon, hát persze, ti nagyon hát hogyne, hát a harmadikos, negyedikes gimnazista voltam, ő harmadikban járt akkor a Toldival. És akkor ez egy ilyen véletlen találkozás volt. Sokat kellett udvarolnod még? Magad mellett tudhattad? Vagy ugyanilyen villámcsapásszerűen érte ezt? Azt sosem mondta nekem egyébként. Ennyi év alatt nem mondta nem, el? Erről ez úgy jött, és azt én így is éreztem. Valójában
hogy fejezem ki magam, hogy ez túl egyszerű is legyen, erről mi sosem beszéltünk egyébként, hogy ez nála, hogy ezt úgy éreztük, hogy ez úgy három éve, több mint három éven keresztül jártunk egymásra, hogy ezt szoktuk mondani ennek idején. És akkor szépen Einstein, ezt ahogy a német mondja, akkor jött egy eljegyzés, november 7-én emlékszem, hogy akkor jött a gyűlés, és akkor eljegyeztem, és aztán augusztus 20-án volt az esküvőnk. És ez a nemzeti ünnep, mert akkoriban a november 7 is, ugye a nagy októberi szocialista forradalom, majd utána egy augusztus. De eltakarta a november 7-dik az én névnap volt, az a Rezső nap volt egyébként. Ja, hogy innen fújt. És még amikor eltörölték ezt a 7-dike ünnepet, akkor még emlékszem, hogy egy darabig még felhívtak a rádió szerkesztők, hogy elbeszélgessünk arra, hogy milyen volt november 7-én egy névnap, amikor nem volt névnap. És, de ez ilyen vicces dolog volt, igen. És egy olyan embernek, aki ennyire szoros szimbiózisban él a másik felével, az mennyi időnek kell eltenni, hogy megtalálja a helyét, miután őt elveszítette? Mert sokan, és ilyet már megfigyeltem, férfiak nagyon légüres térbe tudják találni magukat. Gyakorlatilag a konyhába, az otthonban, a praktikumban nem találják ki. Kedves Endre, jelentem, ez egy ma is tartó állapot. Ma is tartó állapot. Igen. Szóval a lakásba beáll a takarítónőn kívül, ember nem teszi be a lábát, meg a lányaim, de nagyon, tehát ott van a levegőben minden sarokban, minden pillanatban, és sokszor azon veszem észre magam, hogy beszélek hozzá. Ő itt van velem. Beszélsz hozzá? Hát igen. De magadban vagy időnként meg is? Ne, hangosan. Hangosan? Hangosan. Tehát vicces dolog ez. Nem akarok ebből én most igazából, ez tehát elhangzott, ez egy ilyen kunzsúrai pillanat, hogy a kolléginára céloznak. Mert ezt tényleg így érzem jól magam, és ez azt hiszem, hogy amíg élek, így fog maradni. Azt a részét, amit meg lehet, vagy meg kell beszélni, ez utolsó kérdésem, aztán nem akarok én ebben itt sokáig időzni. Volt olyan, amit ti nem beszéltetek ki? Úgy tudom, hogy nagyon sokáig volt beteg. Tehát valamilyen formában fölkészülhettetek arra, hogy ez a történet véges. Igen. De ez ebből... Szóval nem beszéltük ki ennek az egésznek a problematikáját, amiben éltünk. Ez valahogy úgy alakult az én számomra, meg az övére is gondolom, hogy ebben együtt éltünk, és nagyjából tudtuk, hogy ez valamikor, de ezt a valamikor sose fogalmaztuk meg. Tehát nekem nagyon nagy sok volt ez az egész, hogy persze mit volt benne az agyamban, meg tudtam, hogy nincs más, de erről sosem beszéltünk, ez a forever sztori, és ezt én ma is így érzem. Neked nem kellett azon keresztül menni, hogy elveszítetted, és utána színpadra kellett állni rögtön utána, ugye? Volt. Volt egy ilyen konkrétan, is? Igen. Konkrétan volt egy fellépés, ami nem is tudom, hogy én voltam a színpadon. Tehát ott voltam, mert ez egy nagyon hülye szakma. Tehát van olyan helyzet, nem emlékszem, volt még egy ilyen helyzet, csak ott más volt a történet. Ott én voltam az zenekarvezető, és az egyik barátunknak meghalt a felesége, és akkor én meg az öcsém kocsiba ültünk, és elmentünk a helyszínre, akkor nem volt egy telefon, meg hogy ez nem tudom, tehát a villámgyors elérés nem volt. Ott meg kellett jelenni, és azt mondani, hogy ez történt, és ma itt nem fogunk fellépni, és akkor azt elfogadták. Mit akartam mondani ebből, vagy mire akartam? Ebből, kétszer voltál ilyen helyzetben színpadon, hogy nem emlékszel. Ja, igen, bocsáss meg. Tehát az egyik ez volt, ez a helyzet, amit most elmondtam még az zenekar idejében, és ami meg most történt, ott pedig nem tudom, hogy mit csináltam a színpadon. Tehát el kellett menjek, abszolválom kellett a fellépést, mert nem mondhattam le, meg abban rengeteg munka volt, és ez szóval igen, ez így történt. Említetted, hogy nem jársz például ide, oda, amoda, jobb otthon, családdal meccset nézni. Abszolút, igen. Mit látnánk mi, ha egyszer egy ilyen rejtett kamerával betekintenénk, amikor te a lányoddal, meg a feleségeddel csak úgy apaként létezel? Hát melyik napszakban? Még este felé. Este? Hát... hánykor? Akkor a különbözőségek van? Igen, jó kérdés. Hány? Akkor határozz meg a napszakot. Hát van egy meglehetősen nagy asztalunk,
Hát amerikai konyha, tehát egyben van. Egy na jó, hát ilyen puccini asztal, tudod. Igen, egy olyan, csak mi a széltében ülünk. És hát én a kis óriás monitoromnál általában videót vágok, vagy valamit írok, de mindig megy a tévé, tehát reggeltől estig megy így háttérben a tévé. A lányom el van tiltva attól, hogy a saját szörnyű youtubereit tévén nézze, a tableten kénytelen vagy valamelyik telefonon. Hány éves? 8. 8 éves. És ilyen... De úgy, hogy tableten nézi, vagy néha kalózban, amikor nem veszünk észre a tévét, oda kapcsolja. De apja lánya, tehát nagy szájú, nagy igazságérzettel, kicsit öntörvényűen éli életét? Lehet mondani, igen. Lehet mondani, az az érdekes, pont amikor gondolkoztam, hogy ez a előadó művészet, meg is egy autóteszt leforgatás. Persze, és egy előadó ugyanaz, hát ugyanaz a kategória, szórakoztató műfaj. Nagyon megvan benne az előadó művészet, és hogy nem tudom, meg az, hogy hülye poénokkal szórakoztatni embertársait, és hogy vajon ebben mennyi a genetika, és mennyi a tanult, mert tényleg, amikor már fél éves volt, és valami hülye arcot vágott, és én nagyon nevettem, akkor látszott rajta, hogy valami átkattani, és szórakoztatni akar. Hogy ez azért van, mert egy pavlovi reakció, vagy ez a Skinner, nem tudom melyik, ez a megerősítéses idomítás, hogy látja, hogy a fater nagyon rög, és tetszik neki, és akkor még tovább hülyéskedek. Úgyhogy nem tudom, de igen, tehát szeret szórakoztatni, és szerintem mondtam már neki, hogy csináljunk neki YouTube csatornán, mindig az én videóimba akar beszivárogni, és mondom, hogy egy sörtesztben gyerek nem szerepelhet, értse meg. Csináltunk már neki szörptesztet együtt letoltunk, csináltunk Csoki Mikulás tesztet, és most egy olyat akar, hogy üljünk 10 vagy 12 órán át vonaton, és próbálom neki megmagyarázni, hogy ez Magyarországon nem tudjuk, de ha Olaszországba elmennénk, Bécsbe, már utána néztünk, át kell szállni, tehát nem tudunk végig a vonaton. Ha elmennénk Moszkvába vonattal, akkor a Transzibériai Express az tud annyi lenni, nem tudom, hogy az Orient, hogy létezik-e még az Orient van, Express. Van. Isztambul, akkor nem, honnan indul az Orient az Express? Orient, Párizs, vagy... Párizs. München, nem tudom. Párizsban, igen. Hát, hogy az Orient Expressre fölülnénk, és akkor vonatozni szerintem jó lehet amúgy, tehát én azt támogatom, de nem tudom neki garantálni, hogy annyi ideig fönnmaradhatunk egy vonaton. De akkor te ilyen vajszívű apuka vagy. Ja, hát eléggé, igen. Persze. Én is lányosabb vagyok, és két lánygyermekem, az unokáim fiúk egyébként, de ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez a lányokhoz másképp viszonyul az ember, gondolom én, vagy legalábbis én mindig úgy, tehát imádtam. De csak gondolod, mert te sem próbáltad soha a fiút. Ebből következik, hogy igen, a fiút nem próbáltam. Gondoljuk, de az unokám az fiú. Más, azt mondja fiú. Mindenki, hogy egész más képességeket, vagy másfajta oldalát hívja elő egy embernek, amikor igen. Egy lányos apaként kell megnyilvánulni. Még lehet, hogy egyszer egy közös YouTube csatornát fogtok csinálni. Ez a jövő. Apa lány. Nem, csinálunk neki egyet külön, mert szerintem tehetséges abszolút, tehát neki rögtön eszébe jutott, hogy mondja, hogy sziasztok, XY vagyok, lájkoljatok, iratkozzatok fel, nekem nem tudom már, 1000 videón van, és 2-be jutott eszembe elmondani, hogy iratkozzatok fel. A lájkoljatok meg egy nullában, pedig el kell mondani, ez ki van mutatva, hogy kell. Ezeket a dolgokat, mint ahogy nem tudom, a meghajlás is egy műsor végül, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát nem mondod a lájkot, pedig kiderült az interjúból, hogy mennyire fontos azért, hogy szeressenek és figyeljenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Soltész Rezsőt és Winkler Robert látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a meghívást.